Tehát kezdjük, szevasztok újra, üdvözlök mindenkit. Ma egy érdekes dolgot szeretnék itt még, mielőtt bármit csinálok, nektek bemutatni. Ugye felmerült az a dolog, hogy ugye a kanál méretek, ugye az előző videókban már ebből nekem volt egy kis confuse, hogy most amerikai, vagy pedig ugye magyar kanalat, kis kanalat mérünk. Tehát látjátok? Ez a duplája az amerikai kis kanál, mint a magyar. Én nem is tudtam, hogy nekünk van. Ezt közben van, hogy 20 darab. Csak el voltak rakva, mert nem használjuk. És magyar kávét nem iszunk. Ugye az túl erős volna már. Na most ehhez mérik ugye a kanalakat a kávéscsészék méretéhez. Hát ez nekünk a magyar kávéskészletünkből ugye kihozott, ez volt a magyarországi kávéskészletünknek egy darabja, és hozzávaló kanál. Tehát ez egy magyar méret, ebbe ugye azt erős kávét készítjük. És ugye amikor itt Amerikában csináljuk a kávét, akkor ilyen nagy kávét csinálunk, de hígat. És ahhoz viszont ez a kanál stimmel. Hát ez csak érdekességképpen szerettem volna nektek megmutatni. És ugyanígy van az evőkanál is, tehát ez is egy evőkanál, meg ez is, az itteni méretekkel, és itt van a magyar, ugye amit mi megszoktunk Magyarországon. Tehát ezeket a dolgokat, ugye szerettem volna csak így érdekességképpen megmutatni, most pedig ezt a kis kanalat itt fogom hagyni ebbe a fiókba, és majd amikor valamit mérek, ugye otthon nektek egyszerűbb az egész, hogy ezekkel a méretekkel dolgozzunk. Tehát most szeretnék nektek egy kamionban is kivitelezhető rizsfőzést, illetve hát az otthoniaknak is. Ugye most ilyen hülyén hangzik, hogy hát rizsát mindenki tud főzni. Ez nem igaz. Mert vagy pépessé főzik, vagy csomósra főzik, vagy nyers marad. Na most én szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan kell ezt jól csinálni. Tehát ez itt fél liter rizsa. Fél liter rizs, pontosan fél liter, bemértem, és itt van ugye egy liter víz. Tehát fél liter, egy liter. Mind a kettőt felhevítjük. Kamionba kivitelezhető, forrad fel először a vizet a tűzhelyeden, így, hogy bugyborékoljon, és utána tedd oda a rizst, ugyancsak fel fogjuk hevíteni, körülbelül ennyi. Egy, másfél, két evőkanál étolaj, ami lehet zöldség, vagy ez például éppen repce. Én ezt használom olajként. A vizetbe pedig beleraksz, ugye ez a nor, ez ugyanolyan, mint a magyar leveskocka, húslevéskocka, csirke leveskocka, vagy pedig ilyen ételízesítő, azaz a delikát. Ebből beleraksz egy magyar evőkanálnyi adagot ebbe a lébe, ami már eléggé forr, most kicsit visszaveszem. Nagyon fontos, hogy forró legyen a víz, és parsley, tehát zöldség zöldje, ami szárított. Ugye ez a rizs, ez köret lesz mai kajánkhoz, amit nem fogok majd mutatni, csak a rizs főzési részét. Tehát forra vized, és erős tűzön elkezded a rizsedet felforralni. Hevíteni. Tehát itt már én a vizet lekapcsoltam, ugye, mert a kamionban is ugye ott már le van kapcsolva, illetve félre raktad a vizedet, amit előre már felforraltál. Na most miért kell a rizst ugye felhevíteni? Azért, mert a rostjait ezáltal ugye kitágítod, ez hámozott rizs, tehát nincs rajta már a héja. Viszont a
a felépítés a rizsnek olyan, hogy mégis ennek ellenére van rajta egy kemény rész. Tehát itt már ugye lehet látni, van egy illata is, nagyon jó illata van, ahogy pörkölődik, kezdenek kifehéredni ugye a rizs szemek, folyamatosan, most nem állítom itt meg a kamerát, folyamatosan kevergeted, és amikor már ezt látod, hogy kezdenek egyes szemek egy kicsit sárgulni, na itt van az a pont, amikor ezt a vizet rá fogod önteni. De vigyázz, legyen egy, a fedő legyen. Most figyeld, mi történik, ne ijedj meg. Így, és azt az egész vizet ráöntötted, és azonnal letakarod. Azonnal, és ebbe a pillanatba leveszed a tüzedet. Oké? Tehát ez egy elég veszélyes játék, figyelj oda, hogy mit csinálsz. Nem javaslom a kamion belsejében, mert látod, mit csinál? Itt pattogott. Ez most, ahogy levettem a tüzet, ez le fog halkulni, nézd, oda jön a gőz. Na most, ebbe a pillanatban az történt a rizssel, hogy megpatt. Na látod, bár a riasztóm is bemegy. Egy pillanat, lekapcsolom. Kapcsoltam a riasztót. Óriási gőzt nyom ki, és hőt ad le. Most az történt a rizssel, hogy megpattant az a még rajta levő kemény héja, réteg. A rizs már le van hántolva, de az van alatta még egy réteg, ami a hő hatására megpattant ettől a hőtől, és innentől be tud indulni egy puhulási, egy főrési folyamat. Lassú tüzön csinálod, nagyon lassúra vegyed. Most még ne vedd le, mert föl fog csapni a gőz. Hagyd forjon ilyen lassan. Ilyen nagyon lassan forjon, és majd meglátod, amiről beszélek, hogy milyen csodálatosan meg fog főni a rizs. Itt most megállunk, ugyanis innentől várni kell, hát én azt mondom, hogy egy olyan negyed órát, tehát azt nem fogom végigvenni, tehát itt megállítottuk a kamerát, innen indítunk. A következő dolog, amit szeretnék nektek megmutatni, ugye a burítós videónál mondtam ezt a bechamel dolgot, hát ezt most itt meg fogom mutatni, ugyanis ma nekem ez kell a mai kajánkhoz, ugyanis fogok készíteni egy gombalevest ezzel a bizonyos mártással. Közben ugye itt a rizs készül, tehát látjátok, nem tudom mennyire látjátok, ezt ugye két külön alkalommal fogod csinálni a kamionba, ez nem egyszerre, hanem ez az előbbi résznek egy folytatása lenne, ugye a rizs, ahogy föllassan, nézd meg, lehet, hogy majd kell pótold a vizet, ilyenkor már pótolhatod hideg vizet, de még most nem. Tehát visszatérünk a bechamelre, feltüzesítjük az edényt egy kicsit, és egy, hát így mutatom, egy vajat, tehát ez fontos, nem olajat használunk, hanem ugye itt rajta maradt a papír, ezt levesszük, tehát rendes sós vajat, nem édes vajat, hanem ezt a salted, tehát a sós vajat használjuk, amit ugye most itt földaraboltam, nézd meg mennyi, hát ez egy fél vaj itteni méretben. Hát, hogy körülbelül így le tudtad mérni, hogy mennyi vajról van szó. És itt van kettő tehát kettő magyar evőkanál, pupos evőkanál lisztet ide készítettem. Nem biztos, hogy az egészet bele fogom rakni. Na most, amíg a vajam megolvad és felhevül, itt van három gerezd fokhagyma. Na most a fokhagymáról tudni kell, hogy az élettani hatása nagyon jó. Antibiotikum, emésztéssegítő, vértisztító, ugye méregtelenítő hatása van, és csökkenti a vérnyomást is. De fölvágod a fokhagymát, darabolt fel, és hagyd ott az asztalon.
Tehát a felhasználás előtt jóval a felhasználás előtt darabolt fel a fokhagymát, ugyanis ha így fel van darabolva ilyen kicsikre, és hagyod a levegőn, az oxigénnel ugye a fokhagymában levő enzimek kifejtenek egy olyan hatást az oxigén hatására, ami felerősíti a fokhagymának a hatóerejét, az ízaromáját, és az aromáját, és a hatását. Tehát sokkal jobb illata lesz, amire mi azt mondjuk, hogy bűzlik ugye a konyha a fokhagymától. Tehát amikor érzed azt a bizonyos büdös fokhagymaszagot, na akkor jó. Ez körülbelül el kell tenni, vagy 20 percnek is. Tehát földarabodod és 20 percet már belerakod a már ugye majdnem megégett olajba, amit én most gyorsan, vagy a vajba, amit én most gyorsan le is veszek. Nincs megégve semmi probléma. És tehát levettem, látod, levettem a tüzet is. A vajnak lett egy kis színe, semmi probléma. Ne ijedj meg, megszórod a liszttel. Tehát eddig raktam bele egy evőkanállal, lapos evőkanállal, mondtam, hogy tehát ez a liszt mennyiségnek a felére lesz most szükségünk, amit ugye itt előkészítettem, és ezt is szépen elkevered lassan. Látod, ilyen barna lett, semmi baj. Nehogy megijedj, hogy egy kicsit barna. Még mindig nem raktam vissza a tűzre, ugyanis nagyon erős volt, tehát arra vigyázzál majd, hogy amiután felhevült a vajad, akkor vedd vissza a tüzet. Most már vissza lehet tenni, és így lassan mind a rántást csináljuk. Tehát itt a lényeg, ugyanígy csinálod a rántást, csak ott olajat használsz, ugye, nem pedig vajat. Tehát elérted ezt a szint, emlékeztek tegnap arra a grévire? A burritónál? Tehát ez egy fokhagymás besamel. Ez azért besamel, ugye, mert nem olajat használsz, és nem vizet. Na most, ahhoz a burritóhoz te nyugodtan használhatsz vizet, tehát ha most ezt vízzel öntöm fel, akkor ez besűrűsödik, és ezt a burritóra nyugodtan rá lehet önteni, hogy besűrítsél vele valamit, vagy akár főzelékeket, vagy bármit. Most ebben az esetben mi tejet használunk, ugyanis leves fogok készíteni. Most mi a lényeg? Leveszed a tűzről, tehát nem hagyod rajta, levetted, vársz egy kicsit, és szép lassan ugye ráöntöd a tejet. Nem fog becsomósodni, meg fogod látni, de ne hagyd magára, hanem kezd el keverni, így, annélkül, hogy melegítenéd. Le fogja hűteni neked a ugye ezt a forróságot, és fel tud olvadni a már benne levő ugye a liszt és a fokhagyma meg egyebek, ugye, nézd meg, nem csomós, látod, hogy nem csomós, nem rakod még vissza, ez ugyanúgy érvényes a rántásra is, sokan rajta hagyják, és akkor ilyen nagy csomók lesznek, összeugrik az egész, és akkor vagy turmixolhatja, vagy sok esetben olyan csomósra rakja bele a levesbe, tehát itt szépen megvárod, míg az edénynek a hőjét átveszi az egész tej, ez az egész folyadék, és most lehet visszarakni lassú tűzön, mutatom, nagyon lassú tűzön. Tehát most visszarakod, pillanat, és elkezded, kevergeted szép nyugodtan, ugye tejjel csináltuk, tehát ez a bechamel, meg a készítése, és ezt innentől fogva aztán, ugye ez, ahogy sűrűsödik, úgy ízesíted be, ahogy akarod. Tehát ezt teheted besűrített állapotban, akár tésztára is, és nyugodtan ilyen besameles tésztát eszel. Ebben az esetben én ugye gombalevest fogok csinálni, teszek bele, na hát nem a kanál, egy magyar kiskanál, ugye, köménymagot, és teszek bele, most mutatom is, egy ilyen jó lapos, várjál még annyit se, tehát még laposabb, kiskanál felet, ne tegyünk bele többet,
felett, tehát fél, tehát nagyon kevés bors, fekete borsot. Ezt ugye elkeverjük, és közben figyeled, hogy nehogy becsomósodjon. Látod, már elkezdte, ha nem kevertem volna meg, akkor most csomós lenne. Becsomósodott volna. Most itt van egy kérdés, hogy van-e neked, én úgy láttam ott a kamionos videókban, hogy vannak ott ilyen nagyobb edények is, mikor levest főztek, gulyást, akkor láttam, hogy van ott azért ilyen nagyobb edény. És látod, most ez így, nézd meg, hogy nem állt össze, nem raga, hogy mondjam, nem csomósodott össze. Tehát itt már vigyázol, nem hagyod abba a keverést. Elnézést, hogy ilyen hosszan mutatom, de ez a rántásra is vonatkozik. Tehát ugyanígy csinálod, pontosan ugyanígy csinálod a rántást, csak ott dobsz rá, ugye, ott olajjal csinálod, vízzel öntöd föl, és piros paprikát pirítasz meg. Majd egyszer mutatok egy rántást is. Az egy kicsit különbözik, de az elv, a módszer, nézd oda, már kezd, hogy besűrűsödött. Tehát ez a lényeg, hogy adtál egy ilyen sűrűséget, és csináltál egy ilyen kömény magos, fokhagymás, borsos besamel mártást, amit most már vigyázok, látod, hogy egyre jobban sűrűsödik, tulajdonképpen a liszt már megfőtt. Tehát ez már így rátehető rántott húsra. Ráöntöd a rántott húsra, ráraksz 3-4 evőkanállal a rántott húsra, tésztára, és megsajtozod, tehát főzöl ki tésztát, és teszel rá sajtot. És ez már ugye fogyasztható tésztával is. És mondom, én próbáltam ezt rántott hússal csinálni, gyerekek, olyan finom, hogy az nem igaz. Ennek már most így nagyon jó íze van. Ezt teheted főzelékekre is, krumpli főzelékre, amit kifőztél babérleveles vízben, leöntöd a, vagy kiszeded a babérlevelet, és akkor ezt ráteszed a krumpli főzelékre. Hát amit mondjuk sokféleképpen lehet elkészíteni, egy krumpli főzeléket, például lehet tejfölösen is, vagy rántással is. De általában ilyen zöldbabokra, zöldbab, zöldborsó, stb. Ez egy érdekes íz. Meglepő módon ezt nem sokan ismerik, ezt a módszert. Azért egy kicsit most több időt szentelek ennek, hogy lássad, hogy sűrűsödött be. Tehát láttad, mennyi lisztet használtam? Tehát még maradt is. Először úgy gondoltam, hogy kettővel kell. De hát egy jó nagy pupos magyar evőkanáliszt. Ez már tovább így nem sűrűsödik. Tulajdonképpen itt kész is vagyunk. Na most én ezt így beleteszem a gombát, ez is fog egy kis levet engedni. Na most ebben az esetben, hogyha ebbe főzöd bele a gombát, látod, a gomba össze fog-e mindjárt, majdnem azt mondtam, hogy shrink, tehát összezsugorodik, a hőt nagyon lassú tűzön csinálod, és nem hagyod abba a kevergetést. Na most, ha úgy érzed, hogy túl sűrű, mert most csináltunk egy gombamártást, gombás mártást, látod? Besameles gomba mártást, ezt is tudod használni húsokra, vagy most én felerősítem a tüzet, mert ugye a gomba lehűtötte teljesen, most felerősítettem olyan jó 3/4-re, és figyelem, nem szabad lekapatni, mondjuk ebben nem kap le, de már a gomba enged lét, tehát nem tettem rá lét, látod? És már ott lehet látni, hogy a gomba ereszt ki magából vizet. Tehát, ne, bocsássatok meg, hogy szájbarágosan mondom, de érdemes jól megtanulni. És én tudom azt, hogy ezt nem sokan ismerik, illetve hát nem a mesterszakácsokra gondolok, hanem úgy az átlag emberek nem ismerik ezeket a fortélyokat. Tudom, mert anyám se ismerte, meg anyósom se. Az is csak lesett, amikor így valamit így csináltam, és így nézte. Azt, honnan tudom? Hát honnan, hogy én nézek főző videókat a tévébe is. Tehát itt ugye, most elég lassan melegszik vissza, tehát vissza kell forrani, hogy a gombám összemenjen, és itt várok egy kicsit. De nem
mi alatt várakozok, ránézek a rizsemre is. Tehát ez egy külön folyamat, ugye a rizsfőzés. Ez nem ehhez tartozik, de egyébként a kettő együtt jó. És nézd oda, semmi nincs ugye megégve. A rizs szinte már megfőtt, nézd oda, nem csomós. Megkeverem egyszer. Megkeverem, nézd meg, omlik széjjel az egész, szóval szétesik. Nézd oda, szemes a rizs. És most van az a pont, amikor lekapcsolod, illetve leveszed a tűzhelyről, ráteszed a fedőt, és leveszed a tűzhelyről. És én ide teszem, várjál, mert megégeti egyelőre, csak így ideiglenesen. És békén hagyod a rizsádat. Pont. Közben megy a mártásom, ugye, a gombaszószal, látod, sűrű. De azt csinálom, hogy öntök hozzá vizet, így, hogy a gomba át tudjon főni, nem lesz csomós, kevergeted. Ugye azon a ponton már túl vagyunk, hogy besomósodjon, de nem árt ugye kevergetni. Nagyon jó illata van, szóval az a cél, hogy a gomba egy kicsit ugye összezsugorodjon, megfőjön. És kevered, kevered, ugyanolyan sűrű marad, látod? És nincs csomósodás, semmi az égvilágon. Tessék, itt van. És tessék, csináltál egy gomba, gombaszószt. Ezt lehet még fokozni, ugye tejszínnel, tejszínt raksz bele, stb. Én nem teszek most bele még semmit, hanem azt fogom csinálni, hogy az előbb már beszéltem, hogy egy nagyobb edény, mivel levest készítek, sűrű leves lesz, itt megállok. Ide készítettem a fazekunkat, hát neked is biztos van egy nagyobb edényed. Nem, mondjuk nem ekkora, hát az biztos, hogy ekkora edényt nem használsz. Ezt az egész gombát ugye átrakod, de mondjuk, hogyha az a kis fazekad, amiben levest szoktál főzni, olyan, hogy teflonos, akkor abba is ezt el lehet készíteni. Na most gyorsan ezt a maradék vizet ráöntöm, elkeverem, és hát itt egy ilyen gombakrém, tehát ilyen krémszerű lesz az egész, de még ezt innen bele fogom öblíteni. Tehát innen folytatom ezt, azért ugye beleteszem. De hát ha edényed ilyen, de mondom, ezt te egy edényben is tudod csinálni. Már eleve abból indítottál, én mondjuk rosszul mutattam, mert itt kellett volna mutassam. Kész. És akkor itt látod a textúráját, hogy körülbelül ez a fajta sűrűség elég, ez nekem és a feleségemnek lesz ma egy ilyen levesünk a főétel előtt, amit aztán tálaláskor, jó, ez egyet rottyan és ez kész is van, mit mondottam, tálaláskor ugye meg lehet hinteni a hagyma zöldjével, vagy pedig petrezselyemmel megdíszíted egy kicsit. Hát remélem, hogy sikerült megmutassam, még ezt itt körülbelül eddig egy olyan 3-4 percig hagyom rajta a tűzön, föl van ugye hevít, föl van véve a legmagasabb fokra a tűz, és akkor ahogy egyet rottyan, mint ahogy mindjárt fog is, mondjuk én nem hagyom nagyon rotyogni. Tehát már látod, hogy föl van hevülve. Lekapcsolod a tüzedet, lefedheted, le is fogom én is, és rajta hagyom. Én behagyom ebbe az edénybe. Hát 3-4 napra megvan a levesed, és jó étvágyat hozzá. Remélem, hogy
tudtam adni egy kis ötletet. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és sok sikert az elkészítéséhez. Szevasztok! Ezt a kis részt utólag vettem fel, mert elfelejtettem mondani nektek, hogy hát ugye láttátok, hogy tettem bele köménymagot és borsot, egy keveset, viszont nem tettem bele sót, tehát egy delikáttal csináljuk, két pupos magyar kiskanállal teszek bele, és ezt a kis részt majd utólag a szerkesztéskor ugye vissza fogom tenni. Megkóstoltam és sótlan volt, ezért csináltam ezt. És mondom, ezt a kis részt utólag rakom bele majd a videókészítése közben.